Négy magyar atléta részvétele már biztos a Riói olimpián, köztük egy maratonista mellett három távgyalogló van. Közülük most vendégünk a 20 kilométeren Riói repjegyes madrász Viktória és az 50 kilométeren kvótás Rip Miklós. Velük beszélgetünk a magyar gyalogló sportról, meg hát az olimpiai kilátásokról. Sziasztok! Jó, reggelt! Jó reggelt kívánok. Kívánok. hát ugye szerdán hozták nyilvánosságra ezeket az olimpiai szintidőket, nem tudom, előtte volt-e okotok izgulni. Kicsit is beszélgetünk itt amutkor. hát egy kicsit későn történt meg, nem? Igen, én sokakkal beszélgettem így a gyaloglók körökben, hogy senki nem értette, hogy miért várnak, mivel kvalifikálni már január 1-től lehet, és hogy már április 15-én derült ki, és nálunk azért már márciusba, februárban vannak versenyek. Hát ez a Nemzetközi Szövetség döntött így, nem hogy tudjátok, ilyenkor, mi a nem igazán, nem igazán, szerintem De semmi nem logikus, nem, nem, logikus, hiszen úgy kellett versenyeken elindulni, hogy körülbelül tippeltet, hogy ez megfelelő szintidő lesz-e. Neked mi volt a saját időddel kapcsolatban, ami végül is megütötte, és meghozta hát, hogy, mondjuk, az, hogy, az, men, hogy az, az, rendben lesz? Igen, igen, én sejtettem, hogy egy óra 33-nál erősebb biztos, hogy nem lehet a szint, úgyhogy nekem, hál' Istenek, nem volt így izgulni való, mert tudtam, hogy 31-32 körül az első versenyemen fogok tudni menni. Az nem volt egy olyan éles verseny, igazából nem készültünk speciális gyors munkával, ez csak ilyen edzésnek, ha mondhatom, odaálltam és megpróbáltam kihozni a legtöbbet aznap. Ö, de nem, nem. Verseny után tudtam, hogy itt nem lesz gond, vagy hogyha nem jött volna össze az a verseny, akkor lett volna még bőven több verseny, és tudtam, hogy ezen, ebbe az évben meg fogom tudni csinálni. Nem lesz, nem lesz. Semmilyen mondéma. kétséged nem volt. Nem, ebben. nem, nem, uh -huh. nem, hál' istennek már. Már emiatt nem kell félnem. Uh -huh. Na most, Miklós, neked a helyzeted, hogyha már itt papristát szóboztuk, olyan értemben talán hasonló, hogy itt az 50 kilométeren egy, egy hosszabb távon debütáltál, és egy szép csúcsot is sikerült elérned. Hát igen, Ezek nem. után volt benned kétség, hogy ez elég lesz a -e olimpiai színnek? Én egy kicsit azért jobban izgultam, mint Viki, mert azért 50 km nem lehet két hetente, három hetente menni. Jó időket, de edzőmmel, doktor Urbán Ákossal sejthettük, hogy ez egy nagyon jó eredmény lehet, ugye egy 31 éves magyar csúcsot adtam át pontosnak, és ezzel a 4 óra 1.44-es idővel most már biztos, hogy mond a repjegy. Az egy érdekes érzés lehet gondolom, hogy olyan versenyző előd csúcsát adtad át a múltnak, akit szinte földitként ismertél, és még versenyeztél is ellene, nem? Hát igen, ugye Cukorzoltáról van szó, szóval komoly meg Pécsről származom. Zoli gratulált rögtön a verseny után, ami egy nagyon jó érzés, hiszen egy nagyszerű versenyzőről van szó. Így még inkább felértékelődik ez a magyar csúcs. Na most, Viki, innentől, hogy megvan a kvóta, miképpen változik vagy módosul a felkészülés? Mert nyilván több sportákban úgy kellett kalkulálni, hogy ha megvan, akkor mi van, meg hogyha még nincs meg, akkor milyen versenyeken kell elindulni és hogy mm. kell készülni. Igazából nálam semmi sem fog változni. Persze az ember nyugodt, hogy most már megvan a szint. Nem mondom, hogy hátradőlök, mert még ebbe az évbe van egy VB augusztusba Pekingbe, az, az lebeg a szemem előtt mindenképpen, hogy arra összpontosítunk, ott szeretném a legjobb formámat hozni. Aztán 2016-ban meg csak, a, csak az olimpiára fogunk fókuszálni, hogy mindent az alá rendelünk, az összes versenyegyedzésnek fogom fel, hogy elindulok itt-ott 20 kilométeren, az mind azt fogja szolgálni, hogy, az olimpián a legjobbat tudjam gyalogolni. Na most, hogy Miklós említette, hogy a 20 kilométeren gyakrabban el lehet indulni éles versenyeken, mint 50 kilométeren, ami igen csak logikus. Ez hány versenyt, hány éles versenyt jelent egy évben és most már te teljes mértékben a 20 kilométerre koncentrálsz? Ide vezetett az utat? Hát ugye gyalog vezetett ide, de, de hogyan éltet ez ki? Ö, hát egy olyan három-négy versenyen el lehet indulni. Szerintem, hogy az, az ember egyre többet edz ö, több kilométer van a lábába, minél több versenyt ki tud bírni. Ö, lesznek 10 kilométeres, három, 5 kilométeres versenyek is pályán, amik a sebességet fogják előtérbe helyezni, a sebességet szeretnénk azzal építeni. Persze edzéseken is dolgozunk ezért, de egy verseny szituációban mindig, mindig jobban lehet teljesíteni. Uh -huh. Úgyhogy... Miklós, a gyaloglás műfajában hány éves korra érik be egy versenyző? Mit gondolsz? Hát ezt nehéz megmondani, van, aki nagyon fiatalon be tud érni, van, csak később. Ez az, az 50 km nekem ugye ez volt az első. Úgyhogy ez egy nagy meglepetés volt, hogy rögtön egy ilyen eredmény született. Voltak előjelei, edzésekkel már mentem olyan Hosszabb távokat, 30-40 kilométereket, amikor részidők azt mutatták, hogy ebből egy jó 50 lehet. Meglátjuk, hogy jövőben mit hoz. Még van bennem jó pár perc, és ezen dolgozunk. Mi volt egyébként a megfontolás, amiért úgy döntöttél, döntöttetek, hogy felmész erre a távra? Már fiatalabb koromban is érnek át ezek a hosszabb távok meg az alkatom is jobban passzol ehhez a úgymond nyugodtabb tempóhoz. És tavaly alapozáskor megbeszéltük edzőmmel, hogy akkor idén a Magyar Bajnokságon 50 km, és úgy is építettük fel az egész alapozást. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alapozásnak a végeredménye, hogy ez a magyar csúcs, illetve a riói kvóta összejött. Ha minden jól megy, akkor az olimpiai hátralévő időben hány 50 km versenyen tudsz, vagy egyáltalán kell elindulni ahhoz, hogy. Idén én már nem, nem szembetnék, jövőre is csak kettő a magyar bajnokság, ami jövő márciusban lesz, illetve majd a riói olimpián. Az És emellett közben milyen távokon gyorsítja az ember magát 50 km -re? Most hétvégén lesz ugye a magyar bajnokság 20 km -en illetve még egy-két ilyen liga verseny lesz, amin indulunk. Valamint nekem nyáron az új szármas a főverseny idén, és akkor jövőre a Rioi Olimpia, ami mm -hmm. a főverseny. Azt mondjátok meg, hogy a Magyar Szövetség ilyen konkrét célkitűzés meg eredményt nem támaszt elétek atléták elé majd az olimpián. Ennek mi az oka, illetőleg ti milyen nem tudom, id, inkább időeredményt, vagy inkább helyezést lebeg a szemetek előtt, akár hogyha egy világbajnokságra, akár hogyha főképpen Rio-ra gondolunk. Hát én a világbajnokságra kitűztem magamnak, hogy az első húszba szeretnék bekerülni. időeredménybe, ezt azért nehéz megmondani, Pekingben lesz, ott az időjárást az ember nem annyira ismeri, páratartalom valószínűleg magasabb lesz, de én úgy gondolom, hogy egy egyéni csúcs környékén az első húszba be tudok kerülni. Az olimpia az... Hát az első 15-be szeretnék. Én az eddig minden évben tudtam fejlődni, nem volt probléma, nem volt stagnálás, úgyhogy ott egy első 15 helyet, hogy most az 12 vagy 10 vagy éppen. Tehát 15 az 8 a... helyet jelent, az, azt nem tudom. Igen, igen, de időeredményben itt se lehet megmondani, mert olimpiára azért mindig feltámadnak az emberek, és egy-két perccel gyorsabban tudnak menni, úgyhogy ezt így előre nem lehet megmondani. Mígos Meg... az esetedben? Nekem az upl a 8-ba kerülés a célom. Meglátjuk idén nagyon erős az UP mezőny, németek, olaszok is nagyon erősek, oroszok mindig erős mezőnyel tudnak odaállni. Olimpiára konkrét célkitűzés, hát egyéni csúcsot szeretnék menni mindenféleképpen, büszkén szeretném képviselni a hazámat, és minél szebb eredménye hazatérni onnan. Jó, te, de akkor te így, hogy akkor az most tizenvalanyadik, vagy első Ebben bár... nem gondolkodunk, mert hát uh, Rióba azért tud meleg lenni, meg ilyenek, 50 km hosszú, bármi előfordulhat, így, így nem gondolkodunk ilyenben, minél jobb eredményt elérni, és büszkén hazatérni. Na ez így legyen, visszatérünk akkor a részeredményekre majd a VB meg EB után. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.